Mindenki mutat egy királyjelet. Rákóczi Ferivel, az ismert rádiós műsorvezetővel együtt próbálták ki először a gyerekek az MVM pályázatán nyert okos bútort a szekszárdi első Béla gimnázium udvarán. A kemény fából készült, fedett, így esőben is használható, padokkal felszerelt, napelemmel működő bútor nem csak világít, de mobiltelefont is lehet vele tölteni. Az ergonomikus okosbútorokra az ország iskolái és egyetemei pályázhattak. A szekszárdi gimnáziumból egy ott tanuló diáklánynak jutott eszébe, hogy megpróbálja megszerezni az iskolájának a bútort. A feladat az volt, hogy levélben foglalja össze, miért lenne nekik igazán hasznos a berendezés. Megírtuk ezt a pályázatot, amit beadtunk az igazgatónőnek, ő pedig nagyon nagy örömmel fogadta tőlünk ezt a kis fogalmazást. A pályázat összeállításában két másik diák is segített. Egyikőjük az itteni kollégiumban lakik. Azt mondja, ő különösen örül az okosbútornak, mert még másoknál is több időt tölt az iskola falai között. Mivel sok tanuló kollégista, ott is körbe lett kérdezve, hogy ki az, aki örülne egy ilyennek. És nagyon sokan azt mondták, hogy örülnének neki, mert a szünetben, amíg kijöhetünk, le tudnának ülni, beszélgetni, telefont tölteni, és valahogy talán jobban építenek kapcsolatokat a diákok között. A három lány felosztotta egymás között az okosbútor megszerzéséért végzett munkát. Volt, aki az ötletekért felelt, és volt, aki a szöveg megírását és stilizálását vállalta. Már az elején, amikor a magyar tanárom behozta ezt a pályázatot, én nagyon megörültem a lehetőségnek, és azt gondoltam, hogy én mindenképpen élni szeretnék ezzel, mert hát ki ne örülne egy ilyen gyönyörű bútornak az iskola udvarára, és már hazamentem, és egyből elkezdtem írni a pályázatot, és teljesen belemerültem ebbe a témába. Összesen az ország négy iskolájába került most okosbútor. Tolna megyéből kizárólag a szekszárdi első Béla gimnázium diákjai használhatják a berendezést minden nap.